Szénes András, Tamási város alpolgármestere, évtizedek óta aktív részese a település életének. Nagyon messzire kell ezt az időkereket visszaforgatni, és a beszélgetésünk apropója az tényleg egy ilyen indokot ad, hogy kezdjünk már egy kicsit visszább menni. És én 2002 óta, hát ez már nem ma volt, 2002 óta vagyok önkormányzati képviselő, és 2006 óta alpolgármester. A fiatalabb koromban is próbáltam ilyen közösségi ember lenni, és az átfordult ebbe az irányba. Most már azt kell mondjam, jó régen. Úgyhogy talán egy olyan 20 éves időtávról beszélünk már, hogy mindösszesen. Én hiszek ebbe a településbe. Tehát, hogy ennek a településnek sokkal jobb adottságai vannak, vagy voltak, és ezen az úton indultunk el, ezt minden jobban nem kizsigerelni, hanem kihasználni. Jó értelemben vett kihasználásáról van szó, és szerintem itt az elmúlt időszakban sokat tettünk azért, hogy ezt bizonyítsuk. Ugye mindenki kimondta, tudja mindenki, hogy mi a jó Tamásiba, hogy szép, meg hogy termálvíz, meg hogy erdő, meg hogy stb. De hát ugye ezek csak mondatok, és ezeket kellett tettekre fordítani. Meg hát ugye azért azt se tagadjuk, hogy ez az elmúlt 20 év ez világos szakaszokra osztható, mert amikor átvettük ezt az egészet, akkor azért valljuk be, hogy az első feladatunk az volt, hogy a balkáni, illetve közegészségügyileg kockázatos körülményeket megváltoztassuk. Tehát magyarul rendbe tegyük azokat az alapdolgokat, iskolák, stb. Óvoda, meg ilyenek, mert ott borzalmas állapotok voltak, ez ilyen kötelező jellegű feladat. És nagy büszkeség számomra, hogy most már akár több interjú keretében is olyan dolgokról beszélhetek, ami nem feltétlenül természetes. Tehát, hogy már olyan dolgokkal is tudunk foglalkozni, olyan feladatokat is fel tudunk vállalni, aminek az alapjait, a hátterét, a pénzügyi, műszaki, gazdasági, mindenfajta vonalát föl kellett építeni. És most már tényleg arról beszélünk, hogy mikor nyit a látogatóközpont. Eddig nem beszéltünk látogatóközpontról, vagy hogy panaszkodnak, hogy a sportokházában hideg van. Hát azért, mert van sportokháza. Tehát, hogy ez egy érdekes világ, ugye a fő keretmondat azt a miniszterelnök úrtól tanultam, hogy ha hálát akarsz, akkor tartsák kutyát. Tehát itt ugye ebben a önkormányzati világban sose lehet se önmagával elégedett az ember, és általában a célközönség sem az. Tehát mindig jönnek újabb-újabb problémákkal, és az a fura világ, hogy ami megvan, az meg már olyan természetessé válik, de ilyenkor, ilyen szakaszban az emberek kicsit visszatekintve azért tényleg volt ebbe egy fokozatosság. Az elmúlt évekre visszatekintve számos olyan projekt van, ami nagy elhivatottságot igényelt, de András részéről ebből nem volt hiány. Igen, én általában ilyen tevékeny embernek mondom magam, de az biztos, hogy csapat nélkül nem ment volna, tehát azért ez egy komoly hátteret igényelt, és ezután is köszönöm mindenkinek, aki munkámban, magánéletemben támogatott, tehát ez egy nehéz világ. Talán ezért, hogyha személyesen büszke lehetek, akkor azokra a ügyekre, amiről már beszéltem, én mindig erről beszélek, hogy ez az energiagazdálkodás, környezettudatosság, az úgynevezett modern technológiák, okos eszközök használata, jó értelemben és nem felesleges használata, ez szerintem nagy vívmány, és nagy büszkeség számomra, hogy Tamási, ez is egy ilyen közhelyes, nekem egy ilyen kis idézetem, hogy én abban szeretek igazából részt venni, amikor Tamási olyan térképre tud felkerülni, ahol nincs számára úgy alanyi jogon hely. Tehát, hogy valamiből ki tud tűnni. Ezért jó érzés egy Tamás embernek, hogyha mondjuk olyan sporteredményről olvas, ami egy olyan eredmény, ami tényleg így kitűnik valaki. Na ugyanennek a szisztémának megfelelően próbáljuk végezni a munkánkat, és hogyha olyan ügyekben tudunk, akár, bár lehet nagyképűnek hangzik, de vannak példamutató megoldásaink, akkor az jó érzés azért jól tenni. Ezért a több évtizedes közéleti tevékenységért, valamint a település fejlesztés területén végzett, különösen a digitális jólét és az okos települések terén meghatározó és innovatív munkája elismeréseként vehette át Novák Katalintól, Magyarország köztársasági elnökétől a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. Ez egy nagyon kellemes meglepetés, meg egy kicsit olyan furcsa is, mert kettős érzései vannak az embernek, mert az ilyen díjat akkor szokták kapni, amikor tudod, ez ilyen nem egy állomás, hanem általában a végállomás előtti utolsó pillanatban. Én remélem, hogy ez nem így van, hanem egyfajta szakasznak a értékelése okán kaptam. De nyilvánvalóan ez a díj, ez nagy köszönet érte, és nagy megtiszteltetés, de reményeim szerint nem, hogy elvenni ebbéli motivációmat, hanem emeli. Furcsa érzés ez, az ember főleg ebben a világban a személyes dolgait ezt inkább félreteszi. És bármi furcsa,
néha az ember még jobban zavarba volt, mint gondolná. Tehát, hogy furcsa érzés volt, de nyilván kellemes.